Anna napi búcsú alkalmából. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tökéletes választás volt a július utolsó előtti szombatján megrendezett gyermek és családi program. Minden korosztály megtalálja a magának megfelelő elfoglaltságot a rendezvényen. Délután 17 órától arcfestés, légvár, körhinta, vattacukor és számos egyéb program várta a fiatalabb korosztályt. A rendezvényen az újonnan májusban alakult Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület is kivette részét a szervezésben Dombavárváros önkormányzata mellett. Hivatalosan az egyesületünk még csak néhány napja működik, de már az év elejétől fogva tevékenykedünk, próbáljuk összefogni a szőlőhegyi embereket. Több megmozdulásunk is volt. Az első az egy apró kis szemétszedés, így indult, ami az is nagyon jól sikerült, és sok embert meg tudtunk mozdítani, illetve családi napot szerveztünk ez idáig. A jövőben szeretnénk több rendezvényt szervezni, amivel igazából a közösséget szeretnénk egy kicsit összefogni. Nagyon sok szőlőhegyi ember nem is ismeri egymást, úgyhogy ezek egy nagyon jó alkalmak, hogy megismerkedjünk. Illetve szeretnénk egy kicsit kiállni Szőlőhegyért, képviselni a szőlőhegyi emberek gondjait, egy kicsit magunkra venni. Gondolok itt ilyen dolgokra, hogy vízelvezetés, járdakérdés, világítás. Nagyon jól együttműködünk az önkormányzattal, úgy látom, hogy nagyon pozitív a fogadtatása az egyesületnek, és sok segítséget kapunk, aminek nagyon örülünk. Ebben a rendezvényben is már együtt dolgoztunk, reméljük, hogy a jövőben majd ezt átveheti teljes egészében a Szőlőhegyi Egyesület, és akkor egy kicsit így a miénk lehet jobban ez a rendezvény. A mai napon kézműveskedéssel készültünk a fiataloknak, táncversennyel az idősebbeknek is, illetve hát ilyen kis sörívó verseny, sorversenyek, ilyen jellegű dolgokkal. A célunk az, hogy összefogjuk és megmozdítsuk a szőlőhegyi embereket. A színes programokat egy nagyszabású, élő Vastag Csaba koncerttel zárták, aki közvetlenségével és énektudásával járult hozzá a rendezvény sikerességéhez. Hát az elmúlt sok-sok év a lemezeinkről, amikor még voltak még lemezek, és ezeknek az anyagait újítottuk fel egy kicsit, illetve az újabb dolgokat is bemutatjuk, és ezeket öntöttük egy egységes formába. Az időjárás egy érdekes téma egyébként, most jó kérdés, hogy hol és mikor lesz még egy koncert, nem tudom. Sok minden meghiúsul az időjárás miatt. Én már nem is biztos, hogy mernék szabadtéri koncertet tervezni amúgy a szervezők helyben, de hát szerencsére szerveztek, úgyhogy mi még itt vagyunk.